Én Adri vagyok. Én meg Peti. Ez pedig a No Salty csatornája, és most körbejárjuk Budapest belvárosának adventi vásárait. És nyilvánvaló módon kajálni fogunk. Meg Bizony. Inni. Töltött káposzta, ugye? Töltött káposzta 3250 forint, ezért egy káposzta levélbe töltött darált húsos, rizses keveréket kap az ember, meg egy jó adag savanyú káposztát. Nem ez életem töltött káposztája. Nem is várhatunk más árakat. Én tényleg így gondolom, tehát hogyha Európába körbenézünk, máshol is kb. Ennyibe kerül egy ilyen dolog. De árérték arányba én azért ezt így egyfelől keveslem, mert akkor lehetne akár mellette egy másik gombóc is, másfelől az ízétől azért annyira nem vagyok elájulva. Sosem vettem még töltött káposztát ilyen vásárban, valahogy eszembe se jutna ezt lenni. Nem. Én nekem onnantól kezdve, hogy december van, csak ezek a karácsonyi kaják jutnak eszembe. Én lehet, hogy a töltött káposztával kapcsolatban sokan velem együtt is kritikusak, mert mondjuk az mamájuk vagy anyukájuk jobban tudja. Én ennél ugyanezt gondolom. 3250-ért? Én azt mondom ezzel kapcsolatban, hogy ez ilyen vásárokon az élményt fizeted meg. Azt hiszem, ez a kép, amit most látok, ez mindent leír a szituációról. Lehetetlen helyet találni a méreg drága ételekhez. Megvan egy asztal! Gyere, menjünk át! Úristen, menj! és lehet találni mégis csak. Pontosan ez jellemző a vásárra, meg kell azért szenvedni, hogy az ember ehessen. Szóval ez egy csirkepaprikás, buciban szervírozva, amit az életemben nem vennék meg magamtól, mármint hogy azt gondolnám, hogy baromi drága, és mennyibe kerül? 3500. Szóval baromi drága. Mi az a fura, hosszú izé? Paprika. Miért? Majdnem egészben vannak benne a paprikák. Jó, finom, kicsit sós. Dohányzik a szakát. Egyetek hozzá kenyeret. Karácsonyi bögre, ami régen ilyen betétdíjas dolog volt, tehát kiváltottad, ebből ittad a forradvolodat, aztán visszavitted és visszakaptad a pénzedet. Na, idén már csak úgy lehet, hogyha megvásárolod magadnak, tehát 800 forint az a szép bögre, nekem amúgy simán megér ennyit, és hogyha tele töltöd 3 deci forradborral, az 900 forint, tehát 300 forint decije. Szerintem ez egy adventi vásárban teljesen ok. És most átmegyünk az Advent Bazilika rendezvényre, ugyanis egyébként a kajaárusok mindenhol a belvárosban ugyanazok, ugyanaz a cég, ugyanazok az ételek, úgyhogy tök mindegy, hogy hol folytatjuk az evést. Ott viszont nekem egy kicsit jobban bejön a hangulat. Átjöttünk az Advent Bazilika rendezvényre, ami a CNN szerint az egyik leghangulatosabb karácsonyi vásár az egész világon talán. És lett intézve egy kis hó is. Nézzük meg, mi van benne. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, famous season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging. Csinálsz helyet, Adrika? Igen. Én örülök a hónak. Nem baj, ha kicsit takarítani kell. Azt vettem észre, hogy az idei karácsonyi vásároknak a külföldiek számára a sztárja ez a tocsni tányérként való alkalmazása. Ez nekem rohadtul tetszik. Úgyhogy most megkóstoljuk ezt strapacskával. Ez a szénhidrát-szénhidráttal kombónak egy különlegesen szép megnyilvánulása. Azért azt mondjuk el, hogy 4300 forintot fizettünk ezért a tányérért, mert maga a strapacska is ugye egy külön ételként funkcionál, és az lenne 1500, a rá lapátolt többit pedig már ki tudjátok számolni ti is. Inkább beszéljünk arról, hogy finom-e, mert minket azért ez érdekel a legjobban.
Igen. Isteni finom, és imádom. És azt hiszem, hogy igazat kell adnom neked, mindenhol ugyanaz a cég van. Igen, ezt a jelenséget egyébként már régóta meg lehet figyelni. Én valahol meg tudom érteni, hogy a külföldieknek fogalmuk sincs a mi lángos evős szokásainkról, meg úgy egyáltalán a lángosról, úgyhogy bármit eléjük lehet tolni, és ennek hatására jelentek meg olyan dolgok, mint a bolonyai lángos, a lekváros lángos, a nutellás lángos, vagy a kolbászos lángos. Három patár nagy darab kolbász figyelhető meg a felületén, de hála Istennek legalább zsajtos tejfölös. Mennyibe is került ez? 1000 forint csak az alap? 2500 forint az, amit most majszol szépen Peti. Nyilvánvalóan az óriási kolbászok miatt ugrik meg ez a dolog. Nagyon, nagyon ilyen nyúlós. Hát igen. Meg már nagyon hamar ki is hűlt. De szerintem a lángosnak baromira nem tesz jót, hogyha egy téli fesztiválon mínuszba előre meg van sütve belőle 10-15 darab, és mikrozzák. Nem. Milyen a kolbász része? Az patent. No, I can't forget about the one with the red nose. When I fly high, my sleigh still stay ten toes. Bring the beat, bring the cheese, bring the cheese. A flódné is kifejezetten olyan karácsonyi édesség, amit nagyon kevesen tudnak jól otthon megcsinálni, úgyhogy ki kell jönni a bazilikához, és raj, Ráhelnek a flódniát megkóstolni. 1200 forintba kerül ez a szelet, de hát már ránézésre is isteni amúgy. Csak ez itt megfagyott. Nagyon jó. Na. Kellett valami, ami új életet lehel belénk, ami megéri, akármennyibe is kerül, mert cukor, 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 és klasszikus kürtös kalács. Nem egy klasszikus kürtös kalácsot fogsz a kezedben. Ebben lehet, hogy van valami. Tehát, hogyha szóval ránézek, nem a kürtös kalács jut róla eszembe. De! Ez nem. Ugye kürtös kalács, de némi csavarral. Pisztácia musz. Szegény! Így lehet enni. Ebből Petinek nem is adok. Hát ne, de! Nem. De! Hey, hey, got up in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack or in my bag, yeah. They said, Saint Nick, what you got up in that bag? I got racks, racks in my sack or in my bag. Merry Christmas, everybody.